Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Szinte minden sportágban megkezdődtek már az edzések, és nem csak a szabadtéri pályák, hanem a sportcsarnokok is kezdenek megtelni élettel. Mai Baranyai és Tolnai körképünkből megtudhatják, hogyan érinti a sportegyesületeket a fokozatos nyitás. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A magyar mag megerősítésével, egy hazai és négy külföldi új játékossal, új célokkal és változatlan szakmai vezetéssel indul neki a szezonnak az atomerőmű KSC Szekszárd a koronavírus járvány miatti kényszer szünetet követően. A kosárlabda csapatot erősíti immára a leukémiából felépült Gereben Lívia is. Az első edzésen már ő is túl van, a csapat pedig gőzerővel készül a magyar és a nemzetközi mérkőzésekre. 4 évre meghosszabbította a KSC Szekszárd Gyokics Zsejko vezetőedző szerződését, akinek a céljai változatlanok. Továbbra is szeretné sikerre vinni a csapatot mind az Európa kupában, mind a Magyar kupában. Reméli, hogy lesz lehetőségük az Euróligában való bemutatkozásra is. További feladatként említette meg a fiatal tehetségek beépítését a csapatba. Szabó Gergő ügyvezető elnök eddigi sikereiket vette sorra. Elmondta, a világjárvány miatt félbeszakadt a szezon, mégis sikeres évet zártak, hiszen a csapat Magyar Kupa ezüstérmet szerzett, az Európa Kupában pedig egyedüli magyar együttesként bejutott az egyenes kieséses szakasz második körébe. Szabó Noémi, szakmai igazgató pedig a játékos keret kialakításáról beszélt, ahol az elsődleges cél a meglévő magyar mag megerősítése volt. A kosárlabda csapatot erősíti immár a leukémiából felépült Gereben Lívia is. Először mindenképpen a magyar magot szerettük volna megtartani és megerősíteni. Igazából Kis Virág távozott egyedül a klubtól, és nagyon nagy visszatérő ugye Gereben Lívia, akinek 1 évvel ezelőtt derült ki, hogy mieloid leukémiája van, amit hát legyőzött. Most már ezt mondhatjuk, és ugye mai napon edzésbe is állt 10 órakor, Zsejko levezényelte neki az első egyéni edzést. Elmondhatom, hogy 68 kilót tehát versenysúlyban van, úgyhogy ugyanúgy tért vissza, mint ahogy tulajdonképpen elment, csak egy picit rövidebb a haja. Nagyon nagy dolog szerintem, hogy Szara Krinyicsel, aki kosárlabda magyarnak számít, 2 éves kontraktust tudtunk aláírni. Az ő habitusa az nagyon fontos lesz ennek a közösségnek, és ezután kezdtük igazából kialakítani a légiósokat. Ugye Erika McCall marad, 4. éve kezdi meg majd a szezont, ugye amerikaiként szerintem ez is egy óriási dolog, hogy úgy érzi, hogy ide tartozik, hamar sikerült vele megegyezni. 3 légióst sikerült még szerződtetni, mindannyian a magyar bajnokságban szerepeltek tavaly. Zala Friskovec érkezik majd a csatából, fiatal, nagyon tehetséges szlovén válogatott irányítóról van szó. Majas Korics fogja szállítani majd szerintem a rutint, ugye. Ő szerb válogatott, a Miskolcból érkezik, és Szása Gori, amerikai centerünk, ő is az előző szezonta a Miskolcban játszotta, most pedig minket fog majd erősíteni. Nagyon sok fiatal vár bevetésre, ezért mély bőrotációval kezdjük majd meg a 2020-21-es szezon, 19 fős lesz a teljes keret. Ugye Szabó Fanni és Zele Dorina már bejelentésre került, de azért megismételném, hogy velük erősödött a magyar keret. Szabó Noémi hozzátette, az elmúlt 2 hónap nem volt könnyű számok, rengeteget dolgoztak a klub életben tartásáért. Nagyon sok fiatal vár bevetésre, ezért mély bőrotációval kezdjük majd meg a 2020-21-es szezon, 19 fős lesz a teljes keret. Ugye Szabó Fanni és Zele Dorina már bejelentésre került, de azért megismételném, hogy velük erősödött a magyar keret. A költségvetésünk az úgy tűnik, hogy stabil marad, nem emelkedik, hanem valószínűleg stagnálni fog, tehát ahogy az elmúlt 1-2-3 évben, amiből tudtunk dolgozni, az a költségvetésünk úgy néz ki, hogy megmarad, emelkedni nem emelkedik, de úgy néz ki, hogy csökkenni sem csökken. Így aztán mi nem csökkentettük a játékosok bérét. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, minden támogatást megadott eddig a város a csapat működéséhez. Ebben tervei szerint nem lesz változás. Együtt kezdtük el tulajdonképpen valahol azt a munkát, amelynek az egyik eredményénél vagyunk most jelenleg is, hogy van egy stabilan működő klub, ki vannak fizetve a játékosok, van egy jövőkép. Ezt a jövőképet szeretnénk mi is megtámogatni a továbbiakban is. Az idei esztendőben még a vírus helyzet előtt a közülés döntött arra, hogy 40 millió forintot biztosít a kosárlabda klubnak. Nem egyszerű a kérdés egyébként, mert azért a város sok mindennel támogatja a kosárlabdát. Támogatja azzal, hogy lakásokat biztosít, támogatja azzal, hogy
a sportcsarnok használatát kedvezményesen vagy ingyenesen tiltésmentesen biztosítja. Támogatja azzal, hogy iskolákban, középiskolákban pályákat épít az utánpótlás segítése érdekében. Én azt gondolom, hogy ez a közös munka, amely sok összetevős, és a városnak komoly szerepe van, nem csak pénzkérdés, hanem elkölcsi és támogatás kérdése is. Én úgy, ahogy az elmúlt években támogattuk Kosárdát, azt tudom ígérni, hogy amíg polgármester leszek, minden meg fog tenni annak érdekében, hogy a jövőben is a támogatás meglegyen. A csapat a Siókupán méreteti meg magát elsőként a szezonban szeptember végén, a magyar bajnokság pedig októberben indul a jelenlegi tervek szerint. A Zalaegerszeg csapatának gólzáporos kaposvári győzelmével a már kieső, azaz 11. helyen található a Paksi FC gárdája a táblázaton, de különösebb aggodalomra nincs oka Ostermayer Gábor csapatának. A bajnokság folytatásaként a bajnoki címre pályázó Videoton ellen hazai környezetben olyan játékot, ezen belül is hátsó szervezettséget mutatott a Paksi zöld-fehér alakulat, ami alapján a 3 pont megszerzésére is komoly esélyük volt a mérkőzés összképe, de a helyzetek száma alapján is. A helyzet kihasználásban feltétlenül javulnia kell az elkövetkezendő hétfordulóban a paksiaknak ahhoz, hogy kiharcolják a bentmaradást az NB1-ben. A csapatrészek összetételén való változtatás a látottak alapján előnyére vált a Paksi FC-nek. Kellő referencia volt ebből az aspektusból nézve a dolgokat, a még mindig bajnoki címre törő Videoton vendégjátéka. A PFC szervezett játékkal eltüntette a papíron meglévő különbséget, kis szerencsével, pontosabban egy picivel jobb helyzet kihasználással bizony otthon tarthatta volna mindhárom pontot az újrakezdés után már a kieső helyen álló Tolna megyei élvonalbeli csapat, amelyben hosszabb ideje a sérüléssel bajlódó kulcsjátékosok Barta és Haraszti visszatértek, mégpedig biztatóan a Vidi ellen. Nem védekező felfogásba játszottunk, rengeteg játékhelyzetet alakítottunk ki a Videoton térfelén. Sajnos ezeket nem jól játszottuk le, de ezt annak a rovására is lehet írni, pont erre a 2 hónapos kihagyás, hogy ezek a mérkőzési szituációk hiányoztak mind az edzésen, mind az edzőmérkőzéseken. Én szerintem egy kicsit nagyobb sanszunk volt nyerni. Sokat tettünk a győzelemért, de sajnos meg kellett elégednünk a 0-0-ra. A második félidő közepén domináló székesfehérváriaknak is persze voltak helyzeteik, de a PFC-nek több nagyobb lehetősége akadt a gólszerzésre, az egyik éppen a meccs utolsó perceiben volt. A könyvesnek volt talán 2 szituáció, hogyha higgadtabb, akkor gólt szerezhetett volna, illetve még egyszer mondom, ilyen játékhelyzeteket rontottuk, ilyen utolsó passzokat, ami gyakorlatilag sakmat helyzetet alakítottunk volna ki, ha az utolsó előtti passz jó. Böde Dánielben nem volt benne ezúttal sem a gól, ám a védők szorításában, elmozgásával, a labda megtartásával, passzaival az érkezőknek lehetőséget teremtett. Dani az nagyon fontos játékos, de azért nem ráépítjük a játékunkat, tehát inkább ha az ő játékát fel akarom erősíteni, akkor szélső játékot kellene felerősíteni, hogy valóban beadások jöjjenek. Több beadás volt már ezen a mérkőzésen, mint szokott. Ugye ezt kértem is a csapattól, én is hiányoltam ezeket, hogy ha már itt van Magyarország legjobban érkező center, akkor adjunk be. Most ebből több valósult meg, remélem, hogy ő is eredményes lesz előbb-utóbb. Meglepően jól muzsikált az együttes csapatvédekezés, a 2 középső védő, Kelemen és Szélpáldó átlagon felül látta el feladatát. Az összeszokottságukat a múltban egy másik klubnál kereshetjük. Ostermayer Gábor is építette erre, nyilván az edzőmeccseken tapasztaltak alapján is. Békés Csabán együtt futballoztunk másfél évig, ugyanúgy ketten voltunk belső védők, szóval igazából az összeszokottsággal nem volt gond, és ezt szerintem meg is látszott most a hétvégén. Szerencsére hátul jól zártunk, szeretnénk ugyanígy tovább teljesíteni a többi bajnokin is. A helyzeteink igazából most is megvoltak, remélem, hogy a továbbiakban ezekből gólokat is fogunk tudni szerezni, és akkor elindulhatunk fölfelé. Szélpalival összeszokott párosnak érzem magunkat, mert én játszottam is vele Békés Csabán egy évet, szóval sok meccsen játszottunk már együtt, Békés Csabai színekben is, meg azért még a vírus előtti helyzetben is volt pár meccs, amikor együtt tudtunk játszani, úgyhogy én jól éreztem magam a mérkőzésen, szerintem tényleg jól összeállt a védekezésünk is, hálásnak nem kaptunk gólt. Hát az íre a
A pontot úgy tudtuk volna feltenni, hogyha belőjük az egyik helyzetünket, de sajnos nem sikerült. Nem számítottak arra, hogy az MB2 után az élvonalban is együtt játszhatnak majd. Persze nem gondolnák, hogy bérelt helyük lenne a belső védőposzton. Nem gondoltuk, de hát így alakult, úgyhogy örülünk neki. Vagyunk páran belső védőposztra, hát nagy a verseny minden posztra, igazából ez mindegyik posztra igaz, de hát ez visz előre minket, és reméljük, hogy minél jobb eredményeket érünk el a folytatásba. Biztonság ide vagy oda előfordulhat, hogy egy-egy szögletnél vagy éppen szabadrugásnál bízva a feljátékuk hatékonyságában mindketten fellépnek az ellenfél 16-osára, de egyikőjük mindenképpen. Pontrugásra mind a ketten felmegyünk. Hát a labda kihozatalokba azt segítenünk kell a társakat, minél gyorsabban feljuttassuk a csatárokig, és minél hatékonyabbak legyünk. Akár már legközelebb a Mezőkövesd ellen, a most látott hátsó stabilitás mindenképpen kell a remélt pontszerzéshez, hova tovább a bravúr győzelemhez, akkor is, ha a csatárok esetleg már rátalálnak jövő héten a góllövő cipőjükre. A szabadtéri edzések lehetősége még nem oldja meg a cselgáncsozók eddigi felkészülésének egyoldalúságát. Érintkezéssel járó, igazi judoedzéseket nem végezhetnek. Ám az, hogy együtt futhatnak, gimnasztikázhatnak, erőt fejleszthetnek, ez már maga a felszabadultság volt a szekszárdi cselgáncsozók számára is. Ez tükröződött az arcokon, az egyik hétközi kis csoportos edzésen. Már szinte centizik a napokat, amikor legalább egymás ellen tatamira léphetnek. A munkamániásként ismert vezetőedző Szepesi József március közepén, látva az igazi edzésekre való kilátástalanságot, úgy döntött, pihenjenek a judósok, vagy egy hónapot, regenerálódjanak, és aztán kezdjenek el egyéni erőfejlesztésekbe. Persze a Gemen Judo új generációs, idei országos bajnoki címre is esélyes versenyzői, no meg a dobogósok, azért megkapták az egyénre szóló speciális erőfejlesztő edzéstervüket. Egy hónapos viszonylagos szabadidőt adtunk a gyerekeknek, látva, hogy ugye ez nem egy hónapos esemény lesz, ezért a jobb sportolókat, illetve versenyzőket felkértük arra, egy edzésprogramot adva nekik, hogy ezt próbálják megcsinálni, ezeket hébe-hóba ellenőriztük. Hogy ki mit felejtett, mennyire épült le a technikák tanulásában, az a napokban már, amikor szakmaibb edzéseket lehet tartani, kiderül, hisz a tatamin testi kontaktusok tiltása ellenére is az edzők a mozdulatokból olvasni tudnak bizony. És most már nem sokat kell várni arra, hogy az igazi judo edzésekre is sor kerülhessen. Sárosdi Ákos, a Szekszárdi Klub serdülő bajnok jelöltje otthon gyúrta magát a szó legigazibb értelmében. Hát nehéz volt, de mi nekünk otthon van egy ilyen edzőtermünk féleség, és ott a testvéremmel kicsit tudtunk azért edzeni. Szebácsi írt nekünk egy ilyen edzéstervet. Ákos két vasat is tart a tűzben, ő maximalista, mind a diákolimpiát, mind az országos bajnokságot szeretné az idén megnyerni. Már tavaly is szomorkodott akkor, amikor ez a kettő így együtt nem sikerülhetett. Példaképeit is gyakran nézte a világhálón, akiktől bizonyára van mit ellesnie. Ungári, a 73 kilós japán Ono. A szintén serdülő Hilbert József sem szeretne elmaradni klubtársától, ő is maximalista az idei céljait illetően. A előírt edzéstervet azt megcsináltuk, úgy, amit Szefibácsi mondott, de én úgy érzem, hogy nekem a hasizmom az még úgy nincs rendben, és azt próbáltam még egy nagyon picit csinálni pluszba. Szerintem egy ilyen sporthoz nagyon elég fontos a fizikai felkészülés is, meg az állóképesség is, amit próbálok bepótolni újból építeni fel. A felsőbb súlycsoportokban szereplő szekszárdi srác tudja, technikai előrelépés feltétlenül kell ahhoz, hogy tervei közül legalább az egyik maximálisan sikerüljön. Hát én a 107-t azt nagyon szeretem dobni versenyeken még, esetleg egy csípődobás vagy egy támasztógács, nagyon előre szeretek készíteni. Van még idő ezeknek a technikáknak a tökéletesítésére, mert hogy a Magyar Judo Szövetség az utánpótlás korosztályokban is szeptembernél előbb nem tervez versenyeket. Ezeket a testi kontaktokat azért egyelőre még kerülgetjük. Úgy tervezzük, hogy a teremben egy időben csak 8-10 versenyző lesz, a többiek pedig kint a szabad placon csinálnak atlétikus erőléti edzéseket, és felváltva mennek befelé. Nagyon nehéz lesz összehangolni, ugye sérülés veszély van egyebek, de megpróbáljuk.
A monoton edzések negatív hatását ellensúlyozandó, az elmúlt napokban egy rögtönzött kecskeméti látogatást tettek a szekszárdi dzsúdokák, ahol a sportág egykori nemzetközi kiválósága Nagy Solymosi Sándor látta vendégül őket, mondhatni speciális szabadidő parkjákban, amolyan mini exatlonban. Szepesi József és Szepesi Dávid tanítványainak élményekben valóban gazdag programban volt részük, mindemellett ez a kirándulás egy csapatépítő tréninggel is felért. Az ugrók, a futók és a dobók után az egyik legspeciálisabb, de egyben leglátványosabb versenyszám, a rúdugrás képviselői is elkezdték a munkát a Bonyhádi Atlétikai Centrumban. Seidler Géza tanítványai két csoportban két különböző állásnál gyakoroltak. Az egyiknél a kezdők, illetve haladók, a másiknál pedig a kész versenyzők, köztük a böndörfivérek, akik már eddig is öregbítették kiváló eredményeikkel a Bonyhád AC hírnevét. Heti három alkalommal a rudugroké a rekordtán a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium atlétikai centrumában. Bizony készülnek derekassan a csodabogárként is emlegetett rudugrók is a Bonyhád AC-nél. A bonyhádi szakosztály egyik ikonja, a kisebbik böndörfiú, Márton, olyan rohammal megy és úgy nyúlik meg a magasságban odafönt lévő lécet helyettesítő zsinór előtt, hogy nem is lehet más ez, mint egy sikeres kísérlet. A rutinosabb, idősebb böndörfivér, a magyar bajnoki címre is esélyes bátyja, Dani, korábbi sérülése okán is úgymond óvatos duhajként edz ezúttal. Géza bácsinak van kommentje, hozzáfűzni valója ezzel, de a többi ugrásával kapcsolatosan. Mint megtudtuk, nagyobb sebességet vár el a futómunka során, a technika úgy, ahogy, főleg időarányosan, rendben volt. Láttunk megfelelő technikai bedegződésű, sikerrel kecsegtető ugrást saját fiától, Seidler Dávidtól is, a böndörfivérek és ő a rudugró szakág meghatározó versenyzői Bonyhádon. Ez a karantén mindenféleképpen erőnléti edzésekben jobban sikerült. Technikázni nem nagyon tudtunk, amikor nem tudtunk idejönni, de azért a technika az ugye megmarad, olyan, mint a biciklizés, nehéz elfelejteni, de most már, amikor az érettség kezdődött azon a héten, akkor már tudtunk itt edzeni, és innentől már tudunk építkezni. Böndör Marci három, azon junior rudugró egyike, aki jó eséllyel pályázik arra, hogy átlépje az 5 méteres álomhatárt, és teljesítse az elnapolt junior világbajnokságra való kijutáshoz szükséges kvalifikációs szintet. Már 490 centinél tart a fiatal versenyző, de kísérletei nagyon biztatóak ahhoz, hogy Marci hamarosan túljusson az 5 méteren. Hát én 20 centivel szeretnék minimum nagyobbat ugrani. Hát majd a versenyen a lécre kiderül. A gumira azért még kicsit ilyen könnyebb ugrani, ha mondhatom így. Bátya Dani az első fecske a Bonyhádi Atlétika rudugró kis műhelyében. Már nem látványosan, de folyamatosan évről évre fejlődik, nem véletlen, hogy az orosz világhírű mesteredző Boris Volkov egyik hazai kedvenc versenyzője a válogatott rudugrók közül. Ha minden úgy alakul, ahogy eddig, akár a felnőtt magyar bajnokságot is megnyerheti az idén az U23-as korosztályú rudugró, aki már Budapesten tanul és a testnevelési egyetem színeiben indul nagy-nagy bonyhádi sajnálatra. Természetesen az erőnlétet azt próbáltuk fenntartani, illetve még fejleszteni, és amennyire az otthoni körülmények ezt megengedték nekünk. Technikailag pedig ilyen apró gyakorlatokat otthon is azért tudtunk csinálni, vagy otthon az udvarba, vagy a helyi iskolának a távolugrójában, szóval azért el tudtuk foglalni magunkat. Dani már túl van régebben az 5 méteres magasságon, 5-20 a legjobbja, innét szép és roppant nehéz egyben további magasságokat meghódítani. Az persze párját ritkító belső és külső motiváció, hogy egymás segítve, javítva, szinte szimbiózisan élik meg élsportolói énjüket a testvérek, de kijelentik, nem óhajtanak elszigetelődni a többiektől. Persze, amellett, hogy mindenki próbál saját magára is figyelni, többieket is ugyanúgy megnézzük, segítünk nekik esetleg, hogyha éppen az edzők nem figyeltek, vagy valami nem, vagy elkerülte a figyelmüket. Úgyhogy amellett, hogy magunkra is figyelünk, természetesen a másikat is követjük. Hogyha az ő technikájában van valami olyan, ami
nálunk, vagy a sajátomban fejlesztésre szorul, akkor arra nagyobb figyelmet fordítok. 5 méter 10 centinél tart Böndör Dániel, 10-15 centi javulás a hazai abszolút elsőséghez elég lehet. De az U23-as nemzetközi szinten szükséges eredményekhez még újabb 10-15 centi kellene. Oda egy ilyen 5-35-40 körüli eredmény, azt már így megközelíteni az alsó határát a nemzetközi mezőnynek, és ez a célkitűzés idénre, hogy felzárkózzunk ehhez a szinthez. A testnevelési egyetem hallgatója, a Bonyhádi Atléta, mint mondja, nagyon jó partner az intézmény abban, hogy élsportolói kibontakozását is a lehető legjobban segítse. Május utolsó péntekén összesen több mint 40-en vehettek át emlékplakettet a Városháza dísztermében rendezett ünnepségen Mohácson. Pávkovics Gábor alpolgármester jutalmazta a megyei első osztályban dobogós csapat tagjait és a szakmai stábot, valamint díjazta az utánpótlásban dolgozó szakemberek és a 132 éves MTE elnökségének munkáját is. A harmadik helyen zárta a Csonka bajnokságot a Mohácsi Téje 1888 labdarúgó csapata a Baranya megyei első osztályban. Az MLS azonban nem hirdetett hivatalos végeredményt, a csapatok nem kaptak sem érmet, sem oklevelet. Ezért döntött úgy Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere, aki korábban szintén a Mohácsi Téje színeiben játszott, hogy emlékplakettel jutalmazza a dobogón végzett csapat tagjait és a szakmai stábot. A köszöntőmben is említettem, hogy két szempontból is fontos számomra a labdarúgás. Egyrészt az, hogy 10 éves koromban kezdtem én is ebben az egyesületnek a színeiben futballozni. Igaz, hogy én nem voltam annyira tehetséges, úgyhogy csak a megye egyig jutottam el. Viszont a másik fontos tényező az én életemben, hogy a középső fiam is Mohácsról indult 7 éves korában. Megjárta a PMSC-t, megjárta az MTK-t, az Újpestet, és most jelen pillanatban Debrecennek az első osztályú csapatának a tagja, nagy büszkeségem, úgyhogy nekem a labdarúgás az nem csak egy dolog, hanem az életemnek egy szerves része. Ezért gondoltam azt, hogy a mohácsi fiatalok, akik szép sikert értek el az elmúlt bajnokságban, igaz, hogy ez ilyen csökkentett bajnokság volt a végére, de egy harmadik helyezés, volt versenyben második az én olvasatomban, ez egy nagyon szép siker, és meg lehetne célozni talán más álmokat, magasabb osztályt is, ez a kis gárda alkalmas arra, és azt gondolom, hogy benne van ebben a csapatban egy felsőbb osztályú játék, annak a megmérettetését tudják szerintem vállalni, amennyiben a város ennek a kondícióit össze tudja rakni, ezen fog dolgozni. A megye első osztályú gárda munkáját február közepe óta Kvanduk János irányítja. Az új vezetőedzőnek rögtön nagy kihívással kellett szembenéznie, ugyanis 2 hónapon keresztül csak online edzéseket tudott tartani. Szerintem példaértékűen, tehát ahogy edző kollégákkal beszélgetek, egy kicsit magasabb osztályban is, én azt gondolom, hogy ahhoz képest én nagyon büszke lehetek a játékosokra, hogy hozzáálltak ehhez az egész helyzethez, és ahogy végrehajtották azt, amit kértünk tőlük. Hát most az, hogy mi a benyomásom Mohácsról. Hát most aki itt van, az látja, hogy áll a város a labdarúgáshoz, hogy állnak ezek az emberek, akik tehetnek érte és szeretik ezt. Nagyon rövid ideje vagyok itt. De mióta itt vagyok, azt látom, hogy az egyik pályát felújítják, azt látom, hogy a másik pályán öntöző berendezést építenek, azt látom, hogy korszerűsítik az energia ellátást a pályán, tehát a jövőt építenek. És ezt mindig minden edző elmondja, hogy mer a jövő, de tényleg, hogy olyan helyen érdemes dolgozni, olyan helyen érdemes belefektetni energiát, ahol ezért tesznek is a környezetükben, és nagyon pozitív légkör van, nagyon pozitívak a lent a pályán az emberek, a játékosok, a vezetők, és ebben öröm dolgozni. Meglehetősen erős keret, meglehetősen erős játékosokkal, azért bajnokságot nyerni sosem egyszerű. Még úgy sem, hogyha az adott csapat a legjobb, illetve hát azért Baranya megyében ne felejtkezzünk meg arról a Pécsváradról, akik évek óta kisajátították maguknak a bajnoki címet, és nyilván nem érdemtelenül, hiszen megverni nem tudják őket, nemhogy megelőzni. Bízom benne, hogy az idén sikerül méltó riválisnak lennünk, és harcba tudunk lenni a bajnoki címet. Azért előttünk van még egy átigazolási időszak,
Nyilván a mi csapatunkon belül is lesz mozgás, nyilván mi is szeretnénk játékost igazolni, tehát nyilván ezt a keretet szeretném edzeni, akik itt vannak. A csapattagja Schmidt Zsolt is, ő is kapott emlékplakettet, ő 16 góllal nyerte a megye 1-es góllövő listát. Nagy szív fájdalom, hogy így alakult ez a bajnoki szezon, hogy igazából nem lett vége. Úgy érzem, nagyon jól szerepeltünk, máshol nem fogjuk megtudni, hogy mit tudtunk volna magunkból kihozni a szezon végén, és milyen eredménnyel zártunk volna. Az eddigi szezon én elégedett vagyok, és bízom a szép folytatásban. Én is azt gondolom, hogy szüksége van a városnak, meg ennek a régiónak is egy NB3-as csapatra, vagy még több NB3-as csapatra. Minden téren egy kicsit előre kell lépni, és akkor azt gondolom, hogy ez egy szép cél lehet mindenkinek. Az utánpótlás csapatok számára is nehéz volt átállni az online edzés munkára. Az alpolgármester díjazta az utánpótlásban dolgozó szakemberek és a 132 éves MTE elnökségének munkáját is. Érdekes volt átállni, illetve egy szokatlan, egy nagyon nehéz helyzet volt ez, de abszolút gratuláció az edzőknek, illetve a szakosztálynak, mert nagyon jól vettük az akadályt, és gyakorlatilag, aminek így a szekcióvezetőként külön örültem, hogy az edzők már az első héten gyakorlatilag anélkül, hogy bárki elvárta volna, már mentek ki az anyagok, tehát tényleg le a kalappal a kollégák előtt. Úgy terveztük igazából, ugye, mivel kötelezővé nem kívántuk tenni a részvételt az edzéseken, de hát nyilván ők is várták már, hogy újra kezdődjék. Abba maradtunk, hogy amíg részükről igény van rá, illetve nem mennek el nyaralni ide-oda, kinek milyen elfoglaltsága lesz a nyáron, addig csináljuk. Tehát hetente két alkalmat tűztünk ki, csináljuk. Jól érzik magukat, vágytak már rá. Mindenkinek ez egy terhes időszak volt, illetve nem volt könnyű. A nyári szünet hossza a bajnokság kezdetétől függ. A felnőttek úgy számolnak, hogy körülbelül egy hónapjuk lesz az edzések újrakezdéséig. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!